Sziasztok, Lucius vagyok, üdvözöllek benneteket a Pici Gurman Grill szaküzlet csatornán, és majd egy nagyon-nagyon gyors ételt fogunk elkészíteni, ez pedig a spanyol gambász. Nem kell hozzá nekünk semmi más, csak egy kis tisztított, nyers rák, egy kis só, aztán leborsozzuk, teszünk rá egy kis piros paprikát, vagy cayennet, ki hogy gondolja, mert igazság szerint lesz benne chili bőven. Oké, nyomjuk így, és én ezt egy kicsit összekavarom, és amíg felvágom a fokhagymát és a chilit, addig ezt hagyjuk állni, nyomok egy kézmosást. Most ezt felveszem. Felveszem a szemcsit, nehogy tényleg vágjunk valamit, amit nem kéne. Fogom ezeket a frankó kis fokhagymákat, és vékonyan, vagy nem annyira vékonyan, de felszeletelem. És hogy látjátok, a píké most ilyen hivacsi üzemmódban van, tehát levettük a tetejét, frankót töltyfaszén duruzsol benne, én bevágom ezt az összes fokhagymát. Nincs mese, fele úgyis elgurul. És akkor most jön egy kis chili, piros chili, az szép a színe, kóstoltam, elég ütős, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt ezen a ponton meg is állunk. Találtam közben egy kis sárgát is. Hát mi baj lehet? Egyébként én úgy is szeretem, ha van benne egy kis paradicsom, de most azt nem teszünk. És már tesszük is bele. Szépen megpirul. És amíg pirul, addig felszeletelem a bagettet, mert enélkül a pirítós nélkül ez nem kerek ez a dolog, és majd de rakom is föl mellé. Oksa, és tolom is bele a motyót. És én úgy gondolom, hogy elfér még egy kis olaj, mert úgy is szeretünk punkolni. Még egy kicsit fűszerezek rajta, így menet közben. A pirítós kész van, túl készült, semmi gond. Jön a következő adag. Toljunk rá egy kis citromot. Van itt egy kis petrezselymünk. A pirítoson még dolgozunk. És én ki is szedek egy adagot. A kis gambaszunk, gyors, megvan pikpak, Lucius voltam a Pici Gurmantól. Sziasztok!